Sziasztok! Itt vagyunk Székely Őzött anyán a 15-ös faházba. Tegnap érkeztünk egy 96 órás horgászatra. Itt volt egy kis baki, ugyanis 5 éjszakára foglaltunk, és párszor változtattunk, mert először kevesebbre. Na mindegy, a lényeg az, hogy elrontottuk mi igazából, mert tegnap előtt kellett volna érkeznünk, és így csak 4 éjszakára tudunk maradni. Tegnap beetettünk, bedobáltuk a botokat, az éjszaka sajnos eléggé eseménytelenül telt, gyakorlatilag semmi nem volt. Most a reggeli etetés fog következni, kiveszem a botokat, és bemegyek csónakkal, megszórom a bóját. Ugyanaz kerül majd az etetésbe, mint tegnap. Bojdi, M1-es, M4-es és C3-as, valamint kukoric és tigris magyaró. És ezt még belocsoltam M1-es spot juice-zal. Készítem az első szereléket, ez egy M4-es főzött bojli lesz, és kikönnyítem egy ananászos pop-up-pal. Ez móron eléggé bevált, erre fogtam a 20 fölötti pontyot is, meglátjuk, hogy itt hogy fog működni. A másikra pedig ezt a C3-as waftert teszem. Mehet be az M1-es PV a bag is. Na, hát egy kis helyzetjelentés. Továbbra sincs semmi, most már délután 4 óra van. Azt találtuk ki, hogy ugye fog lassan jönni egy óra múlva az esti etetés, és lerakunk még egy bóját, mert azt mondták nekünk, hogy kicsit jobbrább kell horgászni, és minél beljebb, mert ott van a mélyebb víz. Ezt az etetést meghagyjuk, és kicsit jobbrább teszünk le egy másik bóját. Azt a bóját, azt, mármint amit le fogunk tenni, azt csak bojlival fogom megetetni. Erre most nem is fogok ma este etetni, ezt szépen így hagyjuk. És majd a továbbiak folyamán szerintem a jobb oldali bójára fogom a bojlit szórni. A bal oldalira, ami előttünk van, arra pedig szerintem csak magot. Thank you.
ez az éjszaka is eltelt, egy mozdításunk nem volt már megint. Nem tudom, hogy mi lehet a baj, nem esznek a halak. Nem tudom, egyszerűen most meg fogok próbálni metódozni napközben. Aztán meglátjuk hát, hogyha valami esetleg még bejön. Kevertem be egy kis brutáli veretető anyagot a metódozáshoz. Megpróbálom két bottal, a féderekkel. Kicsit keresőbe, etetésen is, aztán meglátjuk, hogy eredményes lesz-e. Lassan 48 órája, hogy száraz a szákunk. Most délután volt egy kapásunk a metódra. Egy ejtős, nagyon óvatos kapás volt. Bevágtam neki, és egy kis darabig meg is volt. Pár másodpercig, és utána viszont leakadt, nem tudom, lehet, hogy kis pont lehetett, vagy rosszul akadt a horog. A lényeg az, hogy ez már azért egy jó jel, én bízok most az éjszakában. Most kötök még egy előkét, és lassan jön az esti etetés. Eddig ugye az volt a baj, hogy mindig amikor kivettük a szerelékeket, össze voltak gabajodva, ugye a kombiriget használtam, és azt találtam ki, hogy kötök egy új előkét. Ezt a harsányban is ezt használtam, egy bevonatos előke, meghámozva a horog részén, ezt rövidebbre kötöttem, és kettő botom már egy ilyen van fönt, és amikor kivettük, akkor nem volt összekapajutva, úgyhogy reméljük, hogy ez most működni fog. Erre most egy M4-es, 24-es főzött bojlit tettem. Egy horogbefordító, igazából nagyon egyszerű a szerelék, PB Jelly Wire, 25 libres bevonatos zsinórból kötöttem, és hát reméljük, hogy eredményes lesz. Megyünk be az esti etetésre, szokásosan itt a előttünk egyenesen lévő bójára csak magot szórunk, a másikra pedig bojlit, meg Hollywood peletet. Nem nagy mennyiséget, körülbelül egy kiló bojli, meg egy kiló maxóval. Egyáltalán nem nagy mennyiség, meg alapból ugye, amíg nincs kapás, addig nem érdemes túletetni. Mióta megjöttünk, nagyon szép időjárásunk volt, napközben egy hosszú lyuk pólóba el lehet lenni, azért hajnalban meg este kicsit hideg van, de azért ki lehet bírni. Megérkeztünk az első bójához, erre fogom szórni a magot, és közben láttuk, hogy a másik bójánk az folyamatosan mozog, lögdösik a halak, úgyhogy ez már jó jel. Remélem, hogy az este lesz itt valami esemény. Itt a tó közepén, ugye itt van egy meder. Itt szinte 30 méterenként van egy búja. Körbe van horgászva az egész.
és senki nem fog semmit, beszéltünk a halőrrel. Hát reméljük, hogy nekünk eredményes lesz. A metódot lecseréltem, felkerült a VVA-bag, már előre megcsináltam, estére ezzel fogunk próbálkozni. Botok beélesítve, várjuk az estét. És így végre, több mint 50 óra elteltével elhúzta. El se hiszem komolyan. Ezen azt hiszem egy M4-es bojli volt. Nem hiszem, hogy olyan nagy lesz, de majd meglátjuk. Örülök neki már nagyon, mert ez már nagyon hiányzott. Fél három körül lehet. És hát elég hideg van. El vannak fagyva a botok. De hal van a horgon. Székely őzetanya első hal. Felfertőtlenítés meg volt. Meg is mutatom. Azonban az esti halal történt egy kis malőr, ugyanis amikor megmutatom a halat, arról nem készült videó, és ahol elmondom, hogy ez egy 14,5 kilós ponty volt, de a fényképet, illetve a visszaengedésről készült videót láthatjátok. És akkor már is vissza. Készítem a PVA baget, azt most még nem fogjuk bedobni, majd az etetés után. És most fogunk bemenni majd etetni. Aztán reméljük, hogy itt nappal sikerül valamit fogni. Most beszéltünk egy ismerőssel, és azt mondta, hogy próbáljuk ki az Y-et.
soha nem csináltam ilyet, nem teljesen tudom, hogy kell. Igazából csak kötöttem egy másfél méteres előkét, és fölteszem a helikopter szerelékre, aztán meglátjuk. Hát, ha ez meghozza az eredményt, meg még próbálkoztunk itt a part közelbe. Tegnap megszórtuk maggal, és most meg rádobtunk egy PVA-beget. Egyelőre még csöndes, de meglátjuk. Az edzés most sem maradhat el. Megyek egy kis szokásos utásra, aztán miután visszajöttem, megkezdjük az esti etetést. A futás megvolt, most pedig jöhet az esti etetés, és frissítjük a botokat. A napi egyes tóval együtt, az öreg tóval együtt 3,2 km a tókörbe. Mindenki bent van a vízen és etet, megyek én is. Esti etetéssel végeztem, gyorsan dobjuk be a botokat. Tele van a tó, mint Velencében, mindenki csónakázik. Negyed kettő, és elhúzta ma este is. Ugyanúgy az M4-es bojlit, innen az előttünk lévő bójáról. Nehéz megítélni a halak súlyát ebbe a hideg időbe, mivel már elég lomhák. Már láttam a halat, egy szép 9-10 kiló körül lehet, ugyanolyan szép töves, mint tegnap. Tíz és fél kiló, ez a gyönyörű, szép töves. Ugyanúgy az M4-es bojlira jött, mint tegnap. Gyönyörű, szép pikkelyes. Hát bejöttünk melegedni, még nem dobtam vissza a botot. Nagyon örülünk most ennek a halnak, reméltük, hogy a tegnapi megismétlődik ez a kapás. És érdekes, hogy ugyanarról az etetésről ugyanazzal a csalival jött a hal. Nem tudom, hogy ennek van valami jelentősége, hogy például a másik búja az miért nem működik, mert ott is van ugyanilyen M4-es csali, ezt nem tudom. Reménykedünk, hogy itt még a
az éjszaka a hátralévő részébe, illetve a hajnalba esetleg valami még lesz. Meglátjuk. Sajnos egy kis hiba csúszott a dologba, ugyanis nem sikerült felvennünk a hangot a záróbeszédnél, így most mondom el, amit ott szerettem volna. Most már tudjuk, hogy ez volt az utolsó túra ebben az évben. Nem sikerült valami fényesen, de ettől függetlenül nagyon jól éreztük magunkat. Két halat azért sikerült fognunk. Ez a túra bebizonyította, hogy az ilyen túltelepített vizeken sem olyan egyszerű a halfogás. Ugyanis az egész tavon konkrétan senki semmit nem fogott, mindenki nagyon szenvedett. Így az év végén szeretném megköszönni, hogy ilyen sokan követtek és nézitek a videóinkat. Most már több videót nem fogtok látni ebben az évben, ugyanis nem engedi az időnk, hogy kijussunk a vízpartra, viszont a jövő évben próbálunk minél előbb horgászni és videókat készíteni. Kövessetek minket továbbra is, nézzétek a videóinkat, és boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok mindenkinek, és kiveszem az utolsó botot a 2021-es szezonba.